Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti magazinja. Alig kezdődött el az iskola, a nyolcadikosoknak már azon kell törni a fejüket, hogy melyik középiskolában folytassák tanulmányaikat. Ebben is szeretnénk segíteni mai műsorunkban. Nézzük a kínálatot. Véget ért, Nyírpazonyban rendezték meg utolsóként a megyei értéktalálkozót. Pályaválasztás, nehéz a döntés, hogy melyik középiskolát válasszák. Kiberbiztonság, konferencia a digitális veszélyről. Csak nem másfél éves hatalmas programsorozat ért véget a hétvégén Nyírpazonyban. A megyei önkormányzat indította el tavaly az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben identitást erősítő rendezvénysorozatát. Ennek volt utolsó állomása szombaton Nyírpazonyban, ahol Karab Zoltán kollégám is jelen volt. Csak a dalban csepergette az eső, a valóságban a jó időnek és a színes programoknak köszönhetően nagy tömeg gyűlt össze szombaton a nyírpazonyi Batári Parkban. Délután 4 órakor már csak ez a birka pörkölt rotyogott, igaz versenyen kívül. A többiből már leadták kóstolóikat a versenyzők. A zsűri elnökének ezúttal is nehéz dolga volt. Szakács Pál épp a jegyzeteit nézi át, az eredményhirdetés előtt. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség zsűriplakettes éttermemestere, aki nem mellesleg szintén nyírpazonyi születésű, azt mondta, a csapatok fogásai visszatértek a gyökerekhez. Olyan ételekkel találkoztunk, hogy még mi is elcsodálkoztunk a hazai ízeken. Szinte éreztük az anyáink, nagyanyáink főztének az ízeit, azok tértek vissza. Másik meglepetés az volt, hogy olyan gyönyörű sátrak voltak, olyan gyönyörű portákkal találkoztunk, és adtunk is külön díjakat, ítéltünk oda külön díjakat, nem beszélve a tárolásról. Szóval azt mondják, hogy a csúnya mérszony is jobban el lehet adni, hogyha fel van díszítve. Tehát egy étel sem mindegy, hogy most egy műanyag tányérba hozunk a zsűri elé, hogy egy szépen megtálalt cserépedénybe, egy fatállal, a kenyér bekötve egy kis kendőbe, egy kis hímzett kendőbe, és nagyon-nagyon kellemes meglepetés ér bennünket. A szakácsmester hozzátette, szerinte ezeknek az ételeknek sosem szabad eltűnniük a magyar gasztronómiából. Az ünnepélyes köszöntők után átadták a díjakat, a főzőversenyt a nyírpazonyi nők csülökpörkölt költeménye nyerte. Nagyon örültünk annak, hogy sok jelentkező volt, civil szervezetek, egyházak részéről, magáncsapatok is jelentkeztek el a versenyre, és így akkor egy 10 csapat részvételével tudtuk lebonyolítani a versenyt, és nagyon örülünk, hogy a megyei önkormányzat is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és ők is főztek, és itt voltak együtt velünk. A jó ebédhez nóta is szólt, Kocsis Janika mulatos összeállítása után a kárpátaljai kokasbandái volt a színpad, akik a magyar népzenei hagyományokat képviselték a rendezvénysorozat állandó fellépőjeként. Nekünk nagy szívünk csücske, ugye a Szatmár, a szatmári csárdások, és egy kicsit ehhez kötődik a mi kárpátalja bemutatónk is, mert az őseink, nagyszüleink Nagypaládra valók, az utolsó szatmári faluba, ami Kárpátaljának maradt, és innen indult ki ez az egész kis gyűjtőkorútunk, és innen indult ki a kokasbandának ez a Kárpátalja bemutatója, ami felöleli a határmenti településeknek a népzenéjét, népviseleteit, néptáncait, és egy kicsit ezt mutattuk be most itt ennek a szabolcsi környezetnek. Soha életünkben nem álltunk ilyen nehezen színpadra, mint ebbe az időbe, és mégis valahogy a jó Isten úgy adta, mert régóta készül ez a Kárpátalja bemutató, és ez olyan nagyon különleges, hogy pont most ebben a nehéz helyzetben, de viszont ez egy hatalmas nagy lehetőség volt, hogy azért a szívünkbe, vagy a muzsikánkba egy kicsit megidézhetjük az otthoniakat, az időseket. Az utolsó fellépésünk Kárpátalján Ungváron volt, a Kokacsbanda születésnapi koncertje, ahol akiktől gyűjtöttünk, ők velük álltunk színpadra, a hagyományőrzőket, és úgyhogy ezt vittük szét most itt Magyarországon szinte egész ez alatt, az eltelt fél év alatt, ami bennünk maradt, ez az utolsó koncert élményei. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei önkormányzat egy külső céget, a Hajdú PR K.O. Kft.-t bízta meg a rendezvénysorozat megvalósításával, amely tavaly nyáróta a fesztivál programok megszervezése mellett mintegy 800 diák számára biztosított ingyenes nyári táborozási lehetőséget, emellett pedig hagyományőrző tanulóköröket is szervezett. 40 nyári tábort csináltunk, ahol általános iskolások részvételével 800 általános iskolás vett részt egyhetes nyári táborokon. Ezek ingyenes nyári táborok voltak.
ahol a hagyományokat játszottak, értelmesen eltöltötték az időket, szakavatott pedagógusok közreműködésével, és ebben az egy hétbe belefért az is, hogy egy ilyen egynapos nyári túrát csináltak. Én azt gondolom, ezek nagyon jó dolgok voltak, és ezen kívül csináltunk még tanulóköröket, és 54 tanuló és ilyen tábort csináltunk. Itt főleg az idősebbek adták át a fiataloknak a tapasztalataikat, a gasztronómia, hagyományok, és mindenki nagyon jól érezte magát. Baracsi Endre, a megyei önkormányzat alelnöke hangsúlyozta, a projekt célja az volt, hogy az egyes települések meg tudják mutatni magukat. Azt a nagy megyei identitást mi úgy képzeljük el, hogy ez sok-sok kis települési identitásból tevődik össze, lokálpatriotizmusból, szülőföld iránti szeretetből, kulturális örökségből, és ezt szerettük volna, hogy egy ilyen nagymegyei program keretein belül ebből valamit át tudunk adni, nem csak a kívülállóknak, hanem azoknak is, akik ezt belsőleg vagy bentről élik meg, és a saját identitásukra büszkék. Bár a nagy színpados rendezvénykerút véget ért, kisebb közösségi programokat még tartalmaz az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című pályázat, mondta el Sesták Oszkár, a megyei önkormányzat elnöke. Én azt gondolom, hogy nagyon eredményes és hasznos rendezvények voltak. Olyan típusú produkciókat is igyekeztünk vinni a településekre, amit máshol vagy máshogy talán nem kaptak volna meg, olyan különleges értéktartalmakat. A megyei értéktalálkozó 23. nyírpazonyi zárórendezvénye kapcsán Sesták Oszkár úgy fogalmazott, még nem született döntés, de a megyei önkormányzat a jövőben is szeretné folytatni a rendezvénysorozatot. Sok fejtörést okozhat diákoknak és szülőknek egyaránt a pályaválasztás, pedig a megyében nagyon nagy a kínálat, szinte minden nyolcadikos találhat magának tetsző középiskolát és képzést. Ebben a feladatban szeretnénk most segítséget nyújtani. Vendégem Szennai Nagy Anna Mária, a megyei kereskedelmi és iparkamara pályaorientációs szakértője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívást. Jó estét kívánok, én köszönöm a meghívást. Ugye a szülőknek, hát a diákoknak is, de főleg a szülőknek nagy fejtörést okozhat, hogy na akkor melyik irányba tereljük a gyermekünket, mi az az út, ami neki megfelelő, és ami esetleg majd egy olyan irányba indítja el, hogy a később a megélhetése is biztosított legyen. Melyek a legalapvetőbb szempontok, amelyeket egy szülőnek, vagy akár egy diáknak ilyenkor tudni kell érdemes? Elsősorban azt szeretném leszögezni, nagyon fontos lenne, hogy a szülő egy-két alkalommal, egy hosszas beszélgetés során üljön le a tanulóval, vagy a gyermekkel, és közösen gondolkodjanak, beszélgessenek, de egyébként a szülőn kívül nagyon fontos tanácsokat tud adni a tanuló pedagógusa, aki nap mint nap látja a tanulmányi eredményeit, azt, hogy miben kiemelkedő. Azon kívül nagyon sok fontos tanáccsal tudják ellátni a tanulót, ismerősök, rokonok, akik esetleg abban az adott szakmában, ágazatban vagy hivatásban dolgoznak, amely vonzóvá vált a tanuló számára. Ez a legoptimálisabb eset, amikor már vonzó esetleg egy szakma egy tanuló számára. Amit elsősorban nagyon fontos figyelembe venni, nagyon fontos szempont, hogy vizsgálják meg a tanulónak az eredményeit ellenőrző vagy kréta formájában a bizonyítványban szerzett érdemjegyek alapján, bár ezek az érdemjegyek ugye nem mindig azt tükrözik, hogy miben a legjobb a tanuló, vagy nem a tudást értékelik elsősorban, de ez már egy jó támpontot tud jelenteni abban, hogy miben kiemelkedő a tanuló, milyen versenyekre jutott el, miből van oklevele, miben emelték ki esetleg a pedagógusok az iskolában, mi az, ami könnyebben ment neki, milyen típusú tantárgyak, természettudomány vagy reál tantárgyak, esetleg a humán terület, és tehát mindenképpen a képességet kell elsősorban megvizsgálni, mihez van jó képessége a tanulónak. Azon kívül pedig nagyon érdemes azon elgondolkodni, hogy mi az, amiben szeretne egész életében, vagy esetleg 10-20 évig, mert ugye hát arra is fel kell készíteni őket, hogy esetleg pályát kell módosítani, vagy változtatni egy kis mértékben, mert ugye a munkaerőpiaci igény azért folyamatosan változik, szakmák szűnnek meg, jönnek újak létre, mind a digitalizáció hatására, és sok egyéb befolyásoló tényező hatására, de mi az, amit esetleg hosszabb időn keresztül szeretnének művelni.
ugyanis mi felnőttek is nagyon jól tudjuk, hogy mennyi kényelmetlenséget tud okozni, ha egy olyan munkát végzünk, amiben nem érezzük jól magunkat, és nem szeretjük. Tehát mindenképpen megvizsgálni, hogy a szabad idejében a tanuló mit szeret csinálni, miben érzi jól magát, mi az, ami érdekli, melyik tantárgy esetleg az, amit könnyedén tanul, mert érdekli és hajtja őt a tudásvágy, és melyik az, amelyben szinte kint okoz esetleg a tudás megszerzése. Tehát az érdeklődés a második nagyon fontos szempont. Azon kívül azt, hogyha már leültek, és esetleg olyan platformokon, tehát honlapokon utána néznek egy-egy szakmának, akkor azt érdemes megnézni, hogy milyen egészségügyi gátló tényezők akadályozhatják abban, hogy egy adott hivatást vagy szakmát ő üzzön. Ugye gondolok itt akár a színtévesztésre, vagy tériszony, vagy valamilyen allergia, ami akadályozza abban, hogy rendesen el tudja látni a munkáját majd abban az adott szakmában. És ugye végül, de nem utolsó sorban, azt is meg kell gondolni a tanulónak, hogy fontos nekem az, hogy nagyon jól keresek az adott szakmámban, vagy mindenképp az, ugye leginkább a művészi szakmákban jellemző, nem biztos, hogy arról híres, hogy kezdetben rengeteg pénzt fog keresni, de annyira imádja, szereti azt a világot, és ez az álma, hogy mondjuk színész legyen, vagy énekes, és a többi. Hogy ez a fontos, a hivatástudat, vagy azért jól szeretne keresni, és könnyedén eltartani esetleg a jövőben a családját, vagy önmagát, és ezt meg lehet vizsgálni, interneten utána lehet nézni, és itt jönnek képbe az ismerősök, rokonok, nagybácsi, nagynéni, aki abban az adott szakmában dolgozik, hogy akkor mégis milyen fizetése lehet számítani, akár a kezdőként, vagy akár előrelépés után a sokadik évben, vagy érdemes-e vállalkozni, vagy alkalmazottként hogyan lehet elhelyezkedni az adott szakmában. Ugye korábban 10-11 évvel ezelőtt kifejezetten beszélhettünk hiány szakmákról, vagy gazdaságilag igényelt szakképesítésekről. Manapság azt kell mondjam, hogy minden szakképesítésben hiányt szenvedünk. Én úgy gondolom, az, aki veszi a fáradtságot és egy szakmát kitanul, vagy akár egyetemen tovább tanul, és igenis egy hivatásra adja a fejét, akkor az előbb-utóbb el fog tudni helyezkedni. Van még egy örök kérdés, hogy igen. Gimnázium, vagy ugye technikum, most már ugye így hívják. Jó néhány évvel ezelőtt azt mondták mindig a szülők, hogyha van egy kis eszedfélem, akkor gimnázium menjél, mert az megy szakközépbe, aki nem elég okos. Ma már azért ez nem így van. Tehát ma már ugyanolyan nehéz elvégezni egy technikumot, mint egy gimnáziumot, de ki melyik irányba menjen, ha lehet ez így? Igen. Milyen képességek kellenek egyikhez és másikhoz? Igen, a szülők fejében még mindig ez él, és én is mindig azt kaptam meg, hogy lányom legalább egy érettségit szerez, utána majd lesz valami. Igen, a hasznos az érettségi azoknak, akik esetleg már most tudják 13-14 évesen, hogy olyan szakmát, vagy olyan szakon akarnak tovább tanulni, vagy olyan szakmát akarnak művelni a jövőben, amihez diploma szükséges. Tehát azoknak, akiknek nem esett nehezükre a tanulmányok legalább 4-5-ös átlagban teljesítése, azok azt mondom, hogy és szeretnének ugye a jövőben egyetemen tovább tanulni, akkor természetesen olyan gimnáziumot keresni, ott is egyébként javaslom, hogy tagozatra jelentkezzenek, tehát amelyek fakultációkon erősítik azt a tudást, ami majd szükség lesz esetleg a jövőben az egyetemi tanulmányaik során, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kellene beskatujázni a egyébként szakképzőiskolákat és a technikumokat, mert ugye kettőről beszélünk szakképzés esetén. Ugye a szakképzőiskolákban tanuljuk a valós kétkezi fizikai munkára képző szakmákat. Ha mondjuk egy ágazatot nézünk, az építőiparon belül tanulják ugye a kőműves, festő, burkoló, ács és a többi, míg a technikumban is vannak építőipari ágazatot oktatóiskolák,
ugye helyi szinten most nem akarok reklámozni, tehát vannak ilyen intézmények, ott pedig a technikusi szintű, ami azt jelenti, hogy érettségit is szerez a tanuló 5 éves képzést követően, illetve lesz egy technikusi bizonyítványa. Én szoktam szülői értekezleteken, vagy ha szülővel beszélek, javasolni, hogyha a tanuló leginkább mérnöki szakmáknál, vagy akár az egészségügyi ágazatban szeretne egyetemen tovább tanulni, akkor érdemes fontolóra venni azt, hogy technikumban kezdje meg a tanulmányait, a középiskolai tanulmányait, ugyanis egyrészt rövid távon is nagyon jól áll, hiszen nagyon jó ösztöndíjak várnak a szakképzésben tanuló diákokra, illetve ugye amellett, hogy érettségit szereznek, ezzel egy belépőjük van az egyetemre, amellett technikumi bizonyítványt is szereznek, tehát már lesz egy középszintű szakmájuk, egy szakmai bizonyítványuk, és nagyon sok esetben, ugye már helyi szinten itt Nyíregyházán is vannak olyan szakképző intézmények, akik együttműködési megállapodással rendelkeznek mind a nyíregyházi, de már a Debreceni Egyetemmel is, ahol ugye technikusi oklevél megszerzését követően kreditbeszámítással, vagy akár ugye tanulmányi átlagtól függően automatikus átvételre is számíthat a tanuló az egyetemi tanulmányai megkezdésénél. Ez elég csábító azért. Én úgy gondolom, igen, sok könnyebbséget jelent akár a tanulmány megkezdésében, és magában a felvételiben is. Abban azért nyugtasson még meg minket, szülőket, hogy nem annyira különleges dolog, hogyha egy nyolcadikos diák még igazából nem tudja, hogy mit akar. Ez így van. Ahogy az előbb is mondtam, az a legjobb eset, amikor a tanulónak van legalább elképzelése, hogy mi az, és vagy megerősíteni kell benne, vagy esetleg a szülő nem akarja, de én ezt nem támogatom, hogy eltántorítsa. Nagyon gyakori. És erre a szülői és a tanulói reakció általában az, jó, akkor legyen a gimnázium, még van 4 évem eldönteni, hogy mit is csináljak, és én ezért is javaslom azt a szülőknek, amellett, hogy beszélgetünk, kutatunk interneten, ilyen-olyan kiadványokban a továbbtanulás kapcsán, információk után, hogy egyrészt azoknak a szervezeteknek, vagy szakembereknek, akik ebben segítőkezet nyújtanak, akkor engedjék, hogy segítsünk. Például a kamarának. Például mi így a kamara, hogy tapasztaljanak, lássanak minél többet, akár eltántorít egy tapasztalat, akár segít, az már minden, vagy ugye vonzóvá tesz valamit, az mindenképpen segítség már a pályaválasztási döntéshozatalban. Ugye a kamaránál mi az amellett, hogy elmegyünk a gyerekekhez, osztályfőnöki órán, akár csoportosan, de ha igény van, akkor egyéni tanácsadáson is részt vehetnek velünk. Ezen kívül a szülőkhöz is ellátogatunk, szülői értekezleteken, leginkább tájékoztató jelleggel, de ha személyesen hozzánk fordulnak kérdéseikkel, amiben tudunk, segítünk és válaszolunk. Jelen vagyunk a legnagyobb pályaorientációs megyei városi rendezvényeken, és nem csak itt, tehát megyeszerte, több szakképzési centrummal is kapcsolatban állunk napi szinten, és azon kívül pedig, ami a legérdekesebb és legvonzóbb, és ebben az esetben leginkább segítő, hogy a gyerekek munkakörülmények között találkozhatnak a szakmával, a céglátogatások, üzemlátogatások alkalmával, valamint már segítünk nekik ismerkedni az iskolákkal is, tanműhelyi látogatások alkalmával. Hát remélem, akkor sikeres lesz idén is a pályaválasztás. Köszönöm szépen, hogy segített nekünk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást. 20 milliárd dollár évente megközelítőleg ennyi kárt okoz Magyarország számára a kiberbűnözés, hangzott el egy csütörtöki Nyíregyházi Egyetemen rendezett konferencián. Az eseményen a szakmai előadások a jelenkort érintő információbiztonsági kérdésekre hívták fel a figyelmet.
Ma már szinte nincs olyan hatósági ügy a nyíregyházi önkormányzatnál, amelyet az ügyfelek ne kezdeményezhetnének online úton, kivéve azokat, ahol személyes megjelenés kötelező, mint például az anyakönyvi ügyek esetében, mondta el Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere. Az ügyfélkapcsolatunkban egyre inkább áttörődik az elektronikus ügyfélkapcsolat maga az önkormányzat esetében is, de az önkormányzat egy nagyon bonyolult, hatalmas nagy rendszer. A nyilvántartások, az adatbázisok számítógépeken futnak, a beszámolók, a pénzügyi nyilvántartás ügyfeleknek az adatok a nyilvántartásra, tehát ez egy óriási rendszer, és számunkra is első számú fontosságú az, hogy ezek az adatok biztonságban legyenek, és nehogy illetéktelenek hozzájussanak. Tehát ebben a nagy rendszerben az önkormányzat egy nagyon fontos szereplő. A nyíregyházi székhelyű Giganet internet szolgáltató Kft. Ügyvezetője azt mondta, cégük naponta 4-5 ezer hacker támadásnak áll ellen, és a koronavírus ideje alatt különösen megnőttek a kiberbűnözők által elkövetett bűncselekmények, mivel az elmúlt években a társadalom jelentős része kényszerült otthoni online munkavégzésre. A világ minden tájáról robotizált szkriptekkel automatikusan futtatják, keresik a hackerek a rést a pajzson, hol lehet bebújni és hol tudnak erőforrásokat foglalni. Hajzer Károly helyettes államtitkár úgy véli, a mai digitális technológia számára körülbelül annyira vagyunk kiszolgáltatva, mint egy 2 éves csecsemő, amikor kimászik az erkélyre. Folyamatosan ki vagyunk téve a kockázatoknak, és nem csak az okostelefonok használóiként, hanem minden olyan intézménynél is, ahol ügyfélként vagy épp paciensként megfordulunk. 2017-ben például brit kórházakat támadott meg egy zsaroló vírus, de hasonló esetek a világ minden pontján előfordulnak. Magyarországon egy év alatt 20 milliárd dollárnyi kárt okoztak a kiberbűnözők, ami nagyon komoly összeg, és nem beszélve arról, hogy az anyagi káron kívül még egyébként milyen kárt okoztak. Nagy felelőssége van az iparágnak abba, hogy a kibertérben mi történik. Ez ugyanolyan, mint az autógyártás. Hát azért mégiscsak van felelőssége egy autógyártónak, hogy kiesik a kerék. Én azt gondolom, egy vadi új kocsi kijön a szalomból, megy az M3-oson és kiesik a kereke. Értem. És akkor utána még fizessünk ennek az autógyártónak, hogy tud egy olyat, hogy nem esik ki a kerék. Tehát, sőt, még azért egy teljesen más cégnek fizetünk, nem kevés pénzt, hogy ezt a kereket, mikor kezd kiesni, akkor egy rudazattal visszatolja. Tehát ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy itt az iparágnak valami hallatlan felelőssége van. És az, ami nekem baromira nem tetszik, hogy az iparág ebbe üzleti lehetőséget lát. Tehát az, amikor az autónak kiesik a kereke, nemhogy szégyelni magát, ugye a Windowsnak az első változatai nem mindig szoktak sikerülni, de kijön a patch majd akkor azzal majd javítjuk és megoldjuk a problémát. Nem, erre egy iparág épül, hogy bizony a kerék az ki fog esni, és akkor mindenféle jobbnál jobb eszközök vannak, hogy úgy menet közben is akár, ez már a nagy csoda, hogy vissza lehet tolni a kereket, és az egy jó darabig még elmegy, és ezért fizetnünk kell. Tehát ez az egyik az iparági. A másik, hogy hát a sofőr, hát nézze már meg azt a rohadt kereket, hát hogyha mindig ki akar lazulni az a csavar, és akkor ez egy ilyen, nem tudom micsoda, egy sajátossága ennek a kocsinak, akkor menjen oda, és minden reggel nézze meg. Na most ez a felhasználói attitűd, amikor kell, hogy legyen egy védelem, egy kibervédelem, kellenek tűzfalak, kellenek vírusírtók, és a óvatosság. Az óvatosság a magánszemélyek esetében, hogy nem ám mindig rányomom, hogy mit tudom én, hőmérséklet érzékelő telepít a telefonjára. És olyan ártatlanul megkérdezi ez a hőmérséklet érzékelő, hogy megosztja el a helyadatokat. Minek a hőmérséklet érzékelése szél? Persze, igen, megosztom. Megosztom-e a telefon regiszteremet? Hát persze, hogy megosztom. Megosztom, tehát kiszolgáltatja magát. De miért? Hát nyilvánvalóan önmagától ezt a felhasználó lakosság nem annyira tudja, erre kell az edukáció. És ennek a helyszínen, ahol most vagyunk, a Nyíregyházi Egyetem, az egyik forrása.
A kiberbűnözés egyik új terepe lehet a közlekedés, nyilatkozta stábunknak Bódi Antal, aki a jövő közlekedésének kutatója és egyben előkészítője. Mint mondta, egy mai modern jármű százas nagyságrendben is tartalmaz processzorokat, tehát azt is mondhatjuk, hogy egy kereken gördülő számítógép. Éppen ezért különösen fontos a védelme. Gyakori, hogy is mondjam, bűnözői magatartás, hogy megzsarolják az autógyárat, hogy hát én képes vagyok akár menet közben is megtámadni a te járművedet, és hát voltak is precedensek, hogy megmutatták, hogy be tudják terelni mondjuk egy árokba egy menő autót, vagy leblokkolják az autópályán, vagy bármi egyéb dolgot csinálnak. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt így kell kezelni, tehát mindig arra kell készülni, hogy ki kell tudnunk védeni a támadási potenciálokat. Hogyan kell elképzelnünk a jövő közlekedését, és hány évre vagyunk ennek a megvalósulásától? Sokkal közelebb van, mint ahogy látszik. Tehát igazából, hogyha most belegondolunk abba, hogy mondjuk az okostelefonok mennyire terjedtek el, és mondjuk egy 20 évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy ezen a telefonomon tévét nézhetek, bárkivel videokonferenciát tarthatok, akár egy ilyen konferenciára is részt vehetek a világ bármely részéről, hát nem igazán hittük volna el. Valóban a közlekedés ebbe az irányba megy, hogy teljes digitalizáció fog itt is bekövetkezni, hozzáadott értékként igazából, tehát a meglévő járműveket is be kell vonnunk ebbe a körbe. Én ebből a témából vettem meg a disszertációmat most nyáron, és eleinte mondjuk 5 évvel ezelőtt nem nagyon hitték el nekem, hogy az a világ jön, most már, hogy is mondjam, sokkal közelebb vagyunk hozzá. Én nagyon optimista voltam, én annak idején, amikor belevágtam ebbe, azt hittem, hogy 2 év alatt ezt sikerül megcsinálni. Már most olyan 7. éve ezzel foglalkozok, de szerintem egy 5 éven belül ez teljes realitás lesz. A Nyíregyházi Egyetemen tartott konferencián a városi internetszolgáltatás és a közlekedés biztonsági kérdések mellett az orosz-ukrán háború kiberteret érintő tanulságait is elemezték. Emellett az előadók hangsúlyozták, hogy az információ biztonság terén az első lépés a felhasználói tudatosság elérése, ahogyan arra a konferencia címe is utalt, gondolkodj, mielőtt kattintasz. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!